Üdvözlök mindenkit, Katamuri vagyok, ez pedig itt a Binding of Isaac Chapter of Kalanyém következő része. Elnézést kérek, most az alapig nem volt videó, ennek idézőjebben logisztikai okai voltak, de most már élek, úgyhogy megpróbáljunk. Megpróbáljunk még egyszer kivinni a játékot. Ezúttal az az ellen ezek szerint, és az alábbi színen. Hú. Jó, na lássuk. Full kártya. De tényleg azzal fogok kezdeni az ellen, már el is felejtettem szinte. Hú, és egyébként, hogy hallom a hangom, az így picit furcsa. Ja, hogy az úgy is működik, jó van, elnézést. Azt hittem, hogy átrepül a felette. Mindegy. Lássuk. Legalább ez is megvan. Az mi is volt? Rubber cement, az mit is csinált? Bouncing tears. Na, az itt hogy működik? Így? Miért így? Ó, oh. Ez eléggé bugnak tűnik. Úgy tűnik, hogy egy bugot kihasználom, most eléggé jól tudunk majd produkálni ebben a játékban. ez vicces. Ennek nem kéne ilyen messzire elérnie. De nem baj. Én nem bánom, a legkevésbé sem. Szerintem ez így... Ez itt a király lesz. Meglátjuk, megyünk itt a fele. Főleg a Regman ellen. Ojaj. Na, tessék, arról beszéltem például, hogy onnan nem szabadnak megtörténnie. Anyád! Ó, oh, és ilyen Eternal Heart, hoppá! Épp a halál szélén. Meg Damage Up és Range Up. Na, erre kíváncsi leszek. Haladunk. Már rögtön legelején. Ez egy jó meccs lesz szerintem. Happy vagyok. Úgy-úgy. Ami nem az a Happy, aki a Fairy Tail-be szerepel. Júj, tényleg azt is írja el. Nem az, hogy folytatni, hanem egyáltalán elkezdeni. Ez a bug, ez tényleg vicces. Nem tudom, hogy ennek egyébként így kéne működnie, vagy hogy ezt konkrétan mi a rák vonja magával, de poén, na poén. És ahogy lehet újra pörgetni a tárgyakat, ugye? Csak nem tudom, melyik micsoda. Ja, hogy nem biztos, hogy újra pörgeti. De újra pörgette. De az nem kell szerintem. Úgyhogy még gyűjtsünk pénzt. Haha, szép volt. De hogyha lepattanó könny, akkor miért repül odáig? Ezt még mindig nem értem. Hol a logikai összefüggés a kettő között? Nem látom kapcsolást benne. Gondolom ez ilyen. Elnézést. Hát én biztos, hogy nagyon fogok már pénzt találni. De tessék, a térképet legalább elvesztettem. Kurva jó. Az a bug, az tényleg hasznos, úgy tűnik. Monstro. Sérülés nélkül, nem tudom. Nem valószínű. Vagyis hát, na. Bocs, ez én hibám volt, én itt baszakodtam, azért sérültem csak meg. Ennyi volt. Most örülni két kiértes, nőltem volna annak a pageantből képességnek, de az HP up is a kiértes. De persze még nem megyünk el. Úgy van, még az megsérített, gratulálok. De a fekete szívat miből jött? Miért kaptam egy fekete szívet? Mindegy. Még kettő pénzecske. Talán elég az, hogy újra pörgessem azt a szart. Hát valahogy ez a gyönyör nekem nem tetszik. Hát a kurva anyád akkor. Curse die. Cursed. Ja, oké, ez itt már nem azt nem szoroz. De azért úgy tűnik, hogy kár volt újra pörgetni. Ja, mikor ezzel a körzájjal szívtam meg nagyon. Mindegy. Most nem fogom annyira.
Így amúgy sem lesz nehéz. Azt vesétek egyébként, hogy vagytok mindig? Most hirtelen nem tudok semmit mondani, vagy kérdezni, vagy ilyesmi. Nem vagyok most segítő a beszélgetős formában. Viszont itt jó ki tudok basznia. Hát nem fog kibaszni, felveszek mindent, ahogy a malasz. Aranykulcs! És már bombám is van ráadásul. Júj. Köszönjük, kicsit benéztem. És kaptam valamire egy szívet. Attól megsérültem. Aha. Többi az rutin. Hogy ez két kulcsot megérte. Végülis nyakadtam egy arany kulcsot, végülis kurvára megérte. Úgyhogy királyság. Minden szart ki fog tudni nyitni. Jó, hogy ez lehívott olyan szarokat? Jól láttam? Az hívta le ezeket? Jézusom. Nem is emlékeztem, hogy... Vagy nem tudom, totál kiment a fejemből, hogy az ilyenekre tudnak hívni kukacokat is. Hát nem sok Afterbirth-ot toltam, na. Úgy van, kulcs, vár nem tudom minek. És hát tudom, hogy minek, csak úgyse fogom elhasználni egyelőre. Jó, hát ez röhelyesen könnyű volt. Ott igen, lebávolt megint a lézer. Valami speciális módja lehet annak, hogy így lekorlátozzák a hatókörét, és szerintem ez bagolódik be ilyenkor. Igen, megsérülök és kapok egy szívet, vagy nem tudom. Ez szerintem nem az ezzel csinálja, hanem valami más. De rá még egy HP-appat szereztem, hoppáré. Esetleg itt robbantani? Az. Hoppá, na ezt most hogy, ez mi, és miért? HP up szor 3 viszont. Jó, már nem tudom miért szor 3, de egyre fele. Örüljünk neki. Ezek kikapcsoltak? Nem kapcsoltak ki, hogy de, majd kiderül. Visszamegyek. Ja. Itt. Mulligan. Jó. Annyi kulcsa, hogy egyébként először elég sokáig azon gondolkodok. Még így is. Nem. Akkor most tömbótunk. Irány a kijárat. Ja, ez működik közben is. Jó van, ezt gyűlölöm viszont. De hát ez van. Egész szépen haladunk, de most, amint hogy tényleg 8 perc és már végeztem. Az út felével. Tehát, hogy wow. Hoppá. Nem is figyeltem, hogy az mit is csinál pontosan. El is feltettem, hogy ilyen kis gecik vannak az Afterbirth-be, mert ezt már régen is láttam egyébként is. Nagy picsába már, na. Gyorsan akartam csinálni, ember. Ezt nem lehet gyorsan. Az az ellen meg biztonságosan sem nagyon. Jó, ez a... aha! Zsír. Hát miért nem téveszteném el? Picsába már! Jó? Ezt a gyerkeit? Az. Most nem fogunk játszani. Bárkattam egy pénzt, de nem. Most nem. Jó, szerintem megint csinálják meg a baszt előre, aztán meglátjuk, hogy hogyan. Hogyan tovább. Gurdi. Nem lesz vészes. De azt jól láttam, hogy olyan színű volt a talaj alatta. A beköszönő képernyőjében, mi a gecin, ami mint hogyha izé. Ahogy mondjam. Alatta ilyen kék volt a talaj, pont mint itt a Flooded Cave-ben a víz miatt. Kék. Értitek? Kéj. Devil Room. És egy Range Up. Range Up itt úgyse ér semmit. Minek fiatal köszönhet ilyen pöcségekkel? És mitől kapok ennyi szart? És ez kell nekem? Ez kell. És az kell nekem? Kell. Reusable Fly Hive, de szóval az persze, hogy kell. De egyébként megnéződjünk tovább.
Ideges, hogy nem tudunk róla beszélni. De hát ez nem az első alkalom. Mert titeket úgy sem érdek, hogy nem tudok miről beszélni, mert talán attól függ, hogy megnézitek a videót. Nem fogok ezen különösebben problémázni, csak idegesít. Bár úgy is tudok a semmiről is tudok... Na. Én úgy is tudok beszélni a semmiről is. Végtelen idő intervallumon belül keresztül. Ja. Ez a Mulligan kombinálva a Reasonable Fly High-val talán nem is olyan rossz. Technology 2. Az bizony. És az is visszapattan, hoppá. Hoppá, 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 akkor ez szép lesz így. Ez is szép lesz. Nézzük még kicsit körbe, hát hogyha valahol találok még dolgokat. A Pride-ot például kicsináltam izé. Csuklóból. Ahogy nézem. Sőt, a legyek csinálták ki, nem is én. Shop. Na az mi? És mi van leértékelve? Chaos. Hát, aha. De csak ennyi egyébként? Valaki világosítson fel. Hát akkor ezt a... Emperor kártya! Emperor kártya, biztos, hogy magammal viszem. Biztos, hogy magammal viszem. Most nem használom fel, de következő pályán 7 centség. És akkor ez jó lesz. Az legalább láttam egy új képességet is. Ilyenkor azért örülök. Csak nem néztem végig, de végignéztem minden kártyát. Two of Hearts volt ott, valami Hangirman talán. Meg ez az Emperor. Igen, az item room nélkül nem fogunk elmenni. Most az, hogy pont elmentem a nélkül, nem figyeltem. Dank Depths megint. Emperor. Ó, oh, egyszerre kettőt! Aha, a Loki és az a kis köcsög. Na, az szép lesz. Ugye vagy amikor vicces, amikor állom az egyik személyes ismerősömnek az a becíne vagy Loki. Ami nem tudom miért releváns, de elmondtam. Well, fetted podcast. Contract from below. És megkaptam ingyen. Az kell nekem? Kelljen. Sin up. Ó, hát akkor persze, hogy kellett, ne viccelj már. Annyi fekete szívvel. Hogyan mondod, hogy szóltam Bully Ghost és a fekete szívek. És ez nem is sobban ráadásul, hoppa, 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 hoppa. Mert azt hittem, hogy azt vártam volna, hogy ez is valami gecsiséget fog csinálni, de nem. Jaj. Jó, mindegy. Van kulcsom bőven. Na és az honnan jött? Az csak úgy? Akkor ilyet megtartunk azért az egészség kedvéért. Zsír. Nektek anyátok? Mi nem vagyunk barátok, élvezzen belétek, apátok. The Sun. Azt szerintem kelleni fog a lapkártya. Meg ez is. De persze felhasznál valaki miatt. Mielőtt aktiválom. Rajtud tökéletes például. A kurva anyádat. Szó szerint egyébként. Na, én nem használt semmit. Mert a térkép megvan meg minden, csak... Persze, pont hogy a pálya másik végén kell lennie, igen. De nem baj, akkor sem jött abba izé nélkül. 13... És lassan 14 percnél járunk. Most már meg lesz. Egyébként tényleg az is egy érdekes kérdés letett, amikor készült az Afterbirth, hogy egy ilyen alakú szobában, egy konkrétan ilyen alakú szobában milyen ellenfelek legyenek, milyen súlyozással. Na az mi a rák? Lock up. Oké. Okay. Bolt, most nem. De majd egyszer talán. Egyszer, egyre biztosabb, hogy egyszer meglátogatjuk. Ilyen szobában a falánkot letenni az úgy köcsög. Az egy köcsöghúzás volt. Tehát gondolom ez van. Ezekkel meg elbánok könnyen. Azon gondolkodok, hogy az ilyenek nem is jelentenek ellenfelt egyébként az az elnek. Bár ez elég egyértelmű. Ott a lefolyó víz effektje egyébként valamennyire csak ilyen pixel színezésnek tűnik, de baromi látványos. Ezt mondom. Kabzsi, azaz. Oké, akkor biztos, hogy menjünk a boltba. Most már biztos.
Júj, mennyi bombá kapok, te jó isten. Ez majd izé ellen lesz, meg vicces Mamhart ellen. Ha szükség lesz rá egyáltalán. Ezt egy kicsit benéztem, de nem baj. Erre akartam most jönni. Úgyhogy megtehettem, meg is tettem. Momska Impers. Infested, akkor azt nyilván felhasználom háromszor is, mert megtehetem. Egy ismeretlen Tears Down, anyád. Egy ismeretlen Paralysis. Nem baj, abban Pulse-fordari tettem, így is megérte. Meg akkor még ide. Mert megtehetem, anyád. Mondjuk azért nem érte meg. Jó. És komolyan ezzel akartam kiszúrni a szememet. Ez lófasz. Főleg miatt azokkal... Jó, igen, mondjuk ezt kicsit benéztem, de... Fogjuk rá. És két akkút. Az szép. Vagy hát elmet, na. Csak az akkú az jobban hangzik. És akkor azt szerintem, hogy láthatunk majd bolt a Devs 2-be is. És nem vagyok benne biztos, hogy az a Health All tabletta nagyon használatra fog kerülni a közeljövőben. Úgy. Nem állunk meg. Az mi? One up, extra life. Oké, na annak mondjuk... Azért mondjuk nem panaszkodok. Az ott lehet, hogy jó, hogy van. Ezek a fosok meg nem adnak semmit. Mindegy. És ezek a fosok? Őt adta. Legalább valamit adott, érted? Esetleg még ez? Nem. Jó, akkor erre. Ja igen, jó. Elfogyhatom, hogy ezt már az elején megcsináltuk. Na, ez új. Hoppá, 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 az mi? Az mi volt? Az mi volt? A tetőtérbe beszélt a Lost anyához. Mi a... Mi a szar? Nem á! Mondjuk nem is tudok a Lostról semmit, úgyhogy ez így aztán így főleg érdekes. Megtenni meg anyátom, mert felzabáltatja az összes kulcsomat. Annak a kis helyiségnek mondtam ott. Jó, igen, az a tökéletes. Az ott nagyon jó lenne, csak... Ennyi életerővel nem nagyon lehet használatba lenni. Sajnos. Kéne legalább egy... egyszerűen a hátat kirakni, tehát hogy nem csak megvenni, hanem... felszedni, hanem konkrétan kirakni egy egész Eternal Heart-ot, mielőtt azt ott használjuk. Hoppá, kullancs! Jaj, ne! Nem jön le. Mindegy, mindegy, leszív valamelyit a boss életerőből. Ezt is tőletek tanultam meg, mert én hiába néztem, utána elfelejtettem, mert nem foglalkoztam olyan hűdes volt mindig a játékkal. Jaj, anyád! Persze, nem láttam, hogy ott jön, és akkor még csoda, ha beleszaladok. Téged itt, hogy látlak, te szar. Egy kis olló, hát arra rábasztam szerintem. Azt soha nem tudjuk, mert mit csinál. A faszomat már, miért szaladok bele minden szarba? Csak az immenzésen akarok játszani? Tempósan? Hát egyébként valószínű, hogy azért, igen. És körbeértem, hoppá. Ezt meg szabatosnak szállták, de egyébként primitív volt. Aj, nem áll, hogy két láda és trinketek vannak mindegyikbe. Csak trinketek. Jó. Ez mondjuk könnyű volt. A rothagyhagyma. Toxic Aura Tears. Na, az itt hogy fog működni, érvényesülni? Szerintem kurvára se, hogy ha engem kérdeztek, sehogy az ég egyet a világad. Na jó, szerintem ezt muszáj felhasználni most. Vagy muszáj nekem egyáltalán felhasználni? Hát egy kis apró pénzért. És akkor szerintem a boss rush-t azt nem fogunk csinálni. Ez még az item volt meg kell keresni, anélkül semmiképpen nem megyünk el. Milyen komplikált lett egyébként a térkép, azt nézem. Hogy most azért sokkal össze-visszában állnak a szobák. Tehát itt azért változott a térkép felépítése a legelső Binding of Isaac
Tarkány a Rebirth óta is. Örülök neki egyébként, mert ez csak a fejlődésnek a jele. Alaposan kinyitotta magát ez a játék, alá kell írjam. Anyádat már! Akkor tartsuk a tisztes távolságot inkább. Nem akartam erre gondolni az elereje miatt. És... egy végére akkor megkaptam Kabzsinak a lábát. Nem én mondtam Kabzsit, amikor Káin. Kabzsi az a főbűnök egyike. Az is fú, mert találkozni vissza egyébként, valószínűleg azért mondtam. Úgyhogy eme, tekintetben a legkevésbé sem meglepő. Úgy. Na. Ha leszek kíváncsi, ez az egész légy hadsereg mit fog érni anya ellen. Hát többet, mint gondoltam. És most a kulat viszont tényleg segítségemre vált, úgy tűnik. Na igen, ez nagyon felgyorsítja a menetet. Ah, igen. És most kapom meg a Pageant Boyt! Most, amikor már semmi használt nem veszem! Azért néznék egy baszrást. Cube of Meat és iránytű. Lófasz a picsátokba, egyik sem. Várj, az iránytű... az iránytű, az még talál. Nem. Nem jön az iránytű sem ér annyit. Ja, és fiúgám bőle kéne győzni mám hártot, mi? Na, arra kíváncsi lesz, hogy sikerülni fog-e. Jézusom. Ezekről el is feledkeztem teljesen. Legalább a lézerem most már ér valamint ellenük. Azért egy picit kevésbé overpowered ez a képesség, tehát kevésbé hipererős, mint amikor a rendes technology pattant visszaemlékeztek, amikor eszméletlen tüzelővel is föl lettem ruházódva, vagy hogy fogalmazza. Júj! Ezt most majdnem benéztem. Hát szerintem itt csak a sima, a gyenge lézzel fogunk ölni. Nem megyek oda senkihez, az kurva hétszentség. Ez a szarhoz meg fül. Hát jó, mondjuk ezt most ki tudtam pont. Meg egyébként azt nem mondod, dupla aranyi kulcs! De az milyen vár? Két arany kulcs. Tehát, hogy... de ezt nem kalkulálta bele szerintem a játékba, hogy ennek egyébként kurvára semmi értelme. De nem bánom. Nem bánom, mert megvan a bája azért. Ez olyan, olyan király ez a dupla arany kulcs. Az is azt szerintem az epizódnak a címe, hogyha nem felejtem el megint. Hát... elnevezni, megnevezni, átnevezni. Egyébként játékidővel konkrétan hogy állunk? 18? Ó, hát akkor bőven meg lesz. A videó meg 23-nál tart. Anyád, picsája! És akkor most nem is sérülhetek meg egyáltalán. Kurva jó. Jó, de mondjuk higgyetek, hogy a baszkrásban megsérültem volna. Meg párszor, úgyhogy... örüljünk annak, hogy nem... hoppá. Úgy, egy életerő. És egy újrakezdés lehetőség ugyanannyi életerőben. Húha! Igen, ez mondjuk nehéz kiszámolni. Ja, de itt körbe-körbe császkálnak. Na, azt nem figyeltem. Kivéve azt, amelyik nem. Tjú! Hát ez kurva nehéz lesz így. Nem ismerem bekockáztatni, hogy sikerülni fog a mamhárt így. Igen, mondtam. Mondtam, tudtam, hogy ez lesz. De legalább toltunk egy szép meccset. És még csak 24 perc, úgyhogy meg azt sem lehet mondani, hogy hosszú lett. Ja, erre most határozottan büszke vagyok. Azt kell mondjam, hogy erre a teljesítményre én most határozottan büszke vagyok. Itt megint az alacsony eltörő volt a probléma, de az előjétségében megérte. Meg most én honnan tudtam, hogy ez a négy fekete szív ilyen hamar elfogyom, mint a köpennyire kaptam. Sokkal többet nem ért volna egyébként az se, hogyha most a szembeszem meg, mert az csak egyetlen életerőpontot jelentett. Mindegy, legalább kaptunk dupla aranykulcsot. Ez már megérte. Meg úgy általában. Ja, ez most szép volt. Egy szép próbálkozás, de úgy tűnik, hogy sajnos hasztalan. De hát, van ez így. Mindazonáltal, hogy megköszönném a figyelmet, legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!